Szerdára virradó éjjel az orosz csapatok rakétával és Shahed típusú drónokkal is támadták Ukrajnát, közölte az RBK Ukrajna hírportál. Mikola Olescsuk a légierő parancsnokának és Vitalij Kim a Mikolajiv megyei katonai adminisztráció vezetőjének Telegram csatornáira hivatkozva. A közlemény szerint április 7-e éjjel 17 Shahed 130 és 136 típusú csapásmérő drónnal támadtak az oroszok a Csaudafokról. Két Iskander K cirkáló rakétával és egy Iskander M ballisztikus rakétával pedig a megszállt Krím területéről. A parancsnok szerint 14 Shahedet lőttek le Mikolajiv és Odessa megyékben. Ezen kívül megsemmisült két rakéta, amelyeket az orosz csapatok Odesszára irányítottak. Április 9-én 20 óra körül megsemmisült két X-59 irányított légirakéta, amelyet az ellenség Odessa megtámadására használt, mondta el Mikola Olescsuk. Mikolajiv megyében a légvédelem 12 drónt lőtt le. Ez pedig Vitalij Kim írta, a Mikolajiv megyei katonai adminisztráció vezetője. Ukrajna ellentámadási tervet dolgozott ki, de ennek szükséges feltétele a fegyverek megléte, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij elnök a Bild című német lapnak adott interjújában, számolt be az RBK Ukrajna hírportál. Zelenszkij reményét fejezte ki, hogy Ukrajna még le tudja győzni Oroszországot. Ehhez azonban modern fegyverekre van szüksége. Mint mondta, igen, Oroszországnak több embere van, több fegyvere, de a nyugatnak modern fegyverrendszerei vannak, ezért bizonyos technológiákat kapunk majd, hangsúlyozta. Az elnök szerint, ha Ukrajna tovább növeli a termelést és megkapja ehhez az engedélyeket a partnerektől, akkor nem a létszámról lesz szó, hanem a fegyverek minőségéről. Az államfő kitért az ukrán ellentámadás témájára is. Igen, van ellentámadási tervünk, hangsúlyozta Volodymyr Zelenszkij, hozzátéve Ukrajnának fegyverekre van szüksége, többek között az Egyesült Államoktól. A mozgósításról szóló törvénytervezet, amelynek második olvasatban történő tárgyalása ma zajlik a legfelső tanácsban, megvonná a mozgósítást kerülők jogát a járművezetéstől, két esetet leszámítva. Közölte szerdán az RBK Ukrajna hírportál Oleksij Honcserenko parlamenti képviselő Telegram bejegyzésére hivatkozva. A törvénytervezet kimondja, hogy a területi toborzási és szociális támogatási központok kérésére ideiglenesen korlátoznák a magánszemélyek járművezetési jogát. Ez addig tartana, amíg az érintett személyek nem teljesítik a TCK-k követelményét, hogy teljesítsék a hadkötelességi, tartalékossági kötelezettségeiket, tette hozzá a honatja. A személy járművezetési jogának ideiglenes korlátozása nem alkalmazható, ha a korlátozás bevezetése megfosztja a személyt a fő jogszerű megélhetési forrástól, a második esetben pedig, ha a személy jármű használata fogyatékkal van összefüggésben, vagy a megállapított eljárás szerint az első vagy a második csoportba tartozó fogyatékos vagy fogyatékos gyermeket tart el. Új határátkelő létrejöttéről szóló megállapodást írt alá Magyarország és Ukrajna, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a közösségi oldalán. A magyar diplomácia vezetője azt írta, a Nagyhódos és Nagypalát közötti új határátkelővel 6-ra emelkedik az átkelőpontok száma Ukrajna és Magyarország között. A miniszter emlékeztetett, nincs egy hónapja, hogy Andrij Jermákkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével telefonon egyeztettek, többek között arról a határforgalmi megállapodásról, amelynek keretében új határátkelőhely létesül Nagyhódos és Nagypalát között, valamint lehetővé teszik a kamionforgalmat Beregsuránynál. Az év elején Ungváron személyes találkozóra is lehetőség nyílt, mely során több fontos témát is átbeszélt a két fél, többek között a határátkelőhely beüzemelése is szóba került. A héten Alekszandr Kubrakov miniszterelnök helyettes, ukrán közösség terület és infrastruktúra fejlesztéséért felelős miniszter és Magyarország kijevi nagykövete aláírták az erről szóló megállapodást, így már véglegesen eldőlt, új határátkelő létesül Nagyhódos és Nagypalát között. Ezzel pedig a jelenlegi 5 átkelési pont rövidesen 6-ra növekszik országaink között, írta Szijjártó Péter. Németországban botrány tört ki amiatt, hogy 30 helyi parlamenti képviselő, akik szinte az összes kulcsfontosságú politikai pártot képviselik, a szélső jobboldaliakkal karöltve arra szólítottak fel, hogy ne segítsék Ukrajnát.
A békét szolgálni elnevezésű nyílt levelet 32 ember a brandenburgi Uckermark körzet képviselői írták alá. A szöveget a megyei közigazgatás hivatalos honlapján tették közzé. Felszólították Olaf Scholz szövetségi kancellárt és Berber Bas Bundestag elnököt, hogy a további ukrajnai fegyverszállítások helyett vállalják a felelősséget a békés rendezésért. A képviselők azt mondják, hogy tartanak a háború további eszkalálódásától és ragaszkodnak ahhoz, hogy Németország tegyen meg mindent annak érdekében, hogy diplomáciai eszközökkel segítse a háború befejezését, és elősegítse a népek békés egymás mellett élését. A Der Spiegel szerint, akiket az Eurointegration is idéz, a levél egyetlen mondatban elítéli Oroszország Ukrajna elleni támadását, de aztán nem tesz említést Putyinról vagy az oroszok felelősségre vonásáról. A levelet nem csak egy párt, a zöldek képviselői írták alá, hanem a CDU, az SPD, a szabaddemokraták, a baloldal, a jobboldali populista AfD, valamint a botrányos jobboldali radikális Die Heimat egy képviselője is. Egyre csak szaporodnak az ellenőrzőpontok Kárpátalja határmenti övezetében, ahol szinte minden harmadik település előtt sorompó várja az arra közlekedőket. A határőrség, a hadkiegészítők és olykor a rendőrség is ellenőriz. Az ukrán kormány még múlt decemberben döntött úgy, hogy úgynevezett határsávengedélyt vezet be, melynek értelmében aki az ország határa melletti 5 kilométeres övezetben lakik, annak speciális engedélyre lesz szüksége a településekhez tartozó földeken való szabad tartózkodáshoz. A rendelet értelmében csak annak nem kell igényelnie ilyen dokumentumot, aki soha nem hagyja el a községét, annak azonban, aki az érintett régióban, például mezőgazdasággal foglalkozik, már igen. A helyi önkormányzatok segítenek ennek a beszerzésében. Ezeknek az engedélyeknek a beszerzési ideje egészen május 1-ig ki lett tolva, ez alatt az idő alatt mindenki bizalomba fordulhat az előjárójához, vagy a polgármesteréhez, és mi a Beregszászi Kistérség területén mindenkinek fogunk segíteni abban, hogy beszerezze ezeket az engedélyeket. Alá szeretném húzni, hogy sem a főúton való közlekedés, az országúton való közlekedés, sem pedig a lakóhely ilyen belüli közlekedéshez nem kell speciális engedély, csak abban az esetben, hogy elhagyják a lakóterületnek a határát, tehát a falu határát elhagyják. A polgármesterek maguk is összegyűjthetik a lakosságtól az engedélyekre vonatkozó igényléseket és bevihetik azokat a határőrséghez, akik utána kiállítják azokat. A határsávban lévő települések területén számos vállalkozás működik, és ott meg kell teremteni a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a munkások szabadon tudjanak közlekedni, mondta a kormányzó. Sok kárpátaljai azonban attól tart, hogy ahogy Ukrajnában sokszor, a helyi hatóságok másként fogják értelmezni a kormányrendeletet, és mindenkit ellenőrizni és büntetni fognak, aki nem rendelkezik speciális engedéllyel. Már az is nyilvánvaló, hogyha például valaki egy másik határmenti járásba menne meglátogatni a rokonait, bizonyos esetekben az is engedélyköteles lesz. Amennyiben az illető mondjuk Ungvári járáshoz tartozó lakcímmel rendelkezik, ez már elegendő ok az engedély igényléséhez. Ha pedig már a munkácsi járásba indulna rokonlátogatásra, akkor az engedély igénylésekor indokként azt kell beírnia, hogy rokonlátogatás, és hogy mennyi időre tervezi azt, vagyis egy hét vagy egy hónap, és így tovább. Fontos megjegyezni, hogy az igénylést minimum 10 nap alatt tervezett utazás előtt kell benyújtani, hogy a határőrség fel tudja dolgozni azt és kiadni a szükséges engedélyt, mondta az illetékes határőr. A Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok Társulása és a KMKS nemrég levélben arra kérte Denis Mihály ukrán miniszterelnököt, hogy a helyieknek a személyi igazolvány is elegendő legyen a térségben való szabad mozgáshoz. Ezt elutasították, viszont a kárpátaljaiak továbbra is arra kérik Kijevet, hogy egyszerűsítsék mindezt. A szabad mozgásnak a korlátozása az először is alkotmányellenesnek is minősülhet. Erre a levélre kaptunk választ a minisztériumból, ahol gyakorlatilag a válaszban közölték velünk azt, hogy nem fognak kivételt tenni bizonyos megyékkel, hanem minden egyes megyére azonos szabályozás fog vonatkozni. Mi bízunk abban, hogy ennek ellenére lesznek könnyítések, illetve a lakosságnak a szabad mozgását meg lehet majd oldani.
szeretnénk azt, hogy a megyei tanács is csatlakozzon ehhez a kérvényezéshez, és a megyei tanács, Kárpátaljai megyei tanács is forduljon a ukrajna miniszterelnökéhez ezzel kapcsolatban, hogy vonják ki a helyi lakosokat ennek a rendeletnek a jogköre alól. Az ukrán hatóságok fontosnak tartották kiemelni, hogy a szabadságjogok szerintük nem sérülnek. Azonban a térséghez tartozó folyók közelében, illetve az erdőkben való kiránduláshoz szükség lesz az engedélyre. Ellenkező esetben pénzbüntetésre kell számítani. A Petőfi Bicentenárium keretében Magyarország ungvári főkonzulátusa kárpáti kiadóval közösen nemrég megjelentette Petőfi Sándor az Apostol és a János Vitéz című elbeszélő költeményeit ukrán-magyar kétnyelvű kiadványok formájában. E két hiányputló kötetet mutatták most be Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Ez a projekt újabb sikeres eleme lesz jó szomszédságunk fenntartásának. Nem volt egyszerű feladat a kötetek elkészítése, hiszen kétnyelvű kiadványokról van szó, amelyekben a művek szövege az egyes oldalakon párhuzamosan olvasható ukrán és magyar nyelven. A szerkesztők arra törekedtek, hogy érthető legyen mindenki számára, azoknak is, akik éppen tanulják egyik vagy másik nyelvet. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt Budapesten is bemutathattuk az ungvári főkonzulátus által kiadott két Petőfi kiadványt, amelyeknek az a különlegességük, hogy két nyelvű kiadványok, ukrán-magyar nyelvű kiadványok, az egyik az Apostol, a másik pedig a János Vitéz elbeszélő költemény. Mind a két költemény a Petőfi Bicentenárium alkalmából jelent meg, Külgazdaság és Külügyminisztérium, illetve a Sándor Palota támogatásával. Valamint alkalmunk volt megmutatni a közönségnek egy harmadik kiadványt is, amit a kijevi nagykövetségünk adott ki. Ez is egy kétnyelvű Petőfi verses kötet. Ezeknek a könyveknek a jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni. Azt gondolom, hogy a mai nehéz időkben még fontosabb, hogy az ukrán és a magyar társadalom, az ukrán és a magyar nép, az ukrán és a magyar olvasók közönség között hidakat építsünk. Petőfi művészete, Petőfi költészete az nagyon jó rímmel Shevchenko költészetére, művészetére. Az ukránok számára a Petőfi életérzése, Petőfi szabadság szeretete ismerős, és ezekben a nehéz háborús időkben különösképpen tudnak azonosulni mindazzal, amit Petőfi Sándor szabadságról, szerelemről, egyáltalán az életről írt. Ezért nagyon fontos, hogy a könyv megjelenhetett, és különösképpen ajánljuk azoknak a iskolásoknak a figyelmébe, akik akár Kárpátalján magyarok és ukránul szeretnének tanulni, akár ukránok és magyarul szeretnék tanulni, akár azoknak a idegenesen áttelepült, menekült gyerekeknek, akik Budapesten járnak iskolába, és ezeknek a kétnyelvű kiadványoknak a segítségével a saját anyanyelvükön is megismerhetik a magyar irodalom klasszikusát, illetve felhasználhatják ezeket a kétnyelvű kiadványokat a magyar nyelv tanulásához. A János Vitézt 50 évvel ezelőtt fordította le Petrosz Kunc, a szöveget pedig Boris Kusnyír lektorálta. Az Apostol, amit Juri Skrobinec fordított már egy komolyabb, inkább felnőttek számára íródott, a szabadság szellemét hirdető mű. Nagyon fontos eseményen vagyunk most Budapesten, a János Vitéz ukrán-magyar nyelvű bemutatóján, amely projektnek a kezdeményezője az ungvári magyar főkonzulátus. Nem ez az első kiadvány, amit ukrán és magyar nyelven a főkonzulátus kezdeményez kiadni, és nagyon hálás vagyok nekik, illetve azoknak a partnereknek, akik ehhez csatlakoztak, hiszen a Kárpát kiadó is Kárpátalján csatlakozott ehhez a projekthez, és az ő kiadásukban jelent meg. És most pedig a Petőfi Irodalmi Múzeumban mutatták be ezt a könyvet, ahol tulajdonképpen ukránul is és magyarul is olvastak részletet a gyerekek, az ukrán iskolába járó gyerekek, és nekem ez azért nagy boldog, hiszen Magyarországon tanulva ugye magyarul tudom a János Vitéz, de most itt a lehetőség, hogy ukránul is elolvasham, és ráadásul a Magyarországon tanuló ukrán menekült gyermekeknek is tudok adni ezekből a könyvekből, hogy ők is megismerhessék jobban Petőfi Sándor munkásságát. Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget, és azt gondolom, hogy ez egy olyan hídépítés a két ország között, kulturális szinten, ami hosszú távra ki fog hatni, hiszen ezáltal Magyarország is és Ukrajna is gazdag. Kárpátaljára különösen jellemző a különböző népek
sok-sok évszázados együttélése, különböző népek, különböző kultúrák, különböző vallások, békés egymás mellett élése, és Kárpátának ez egy olyan értéke, amelyet mindenképp át kell örökíteni, és azt gondolom, hogy ebben is van egy jelképes dolog, hogy ezt a kárpáti kiadó, jelentettem egy kárpátai kiadó, amelyiknek régi hitvallása az, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvén is hozzáférhetővé kell tenni az ukrán irodalmat, és fordítva ezeknek a nemzetiségeknek, ezeknek a népeknek az irodalmát ukrán nyelven az ukrán olvasók számára. Azt gondolom, ez egy nagyon nemes küldetés, és ezekben az időkben talán még inkább nagy szükség van arra, hogy ismerjük egymást, ismerjék egymást, meg már a gyerekkorban ismerjük meg egymás társadalmát, egymás kultúráját, hiszen ez egy szorosan összefor, közös történelmünk okán is, és ez az, ami közelebb tudja hozni a népeket. Sokak szerint Petőfi szerepe és munkássága nagyon hasonlít Tarasz Sevcsenkóéhoz, ráadásul ugyanabban a korszakban éltek, hisz Petőfi 1849-ben, Sevcsenkó pedig 1851-ben hunyt el. Mindketten sokat tettek a népük nemzeti öntudatának és nyelvének megteremtésében. A kárpátaljai magyar hímzőműhely tagjait mentoruk, szuperné Bohus Judit, háromszoros Gránát Alma díjas hímző népi iparművész segíti munkájuk tökéletesítésében. 3 éve foglalkozom komolyan hímzéssel, de idáig még a kárpátaljai autentikus magyar fehér hímzéssel nem volt alkalmam részletesen foglalkozni. Ezen a hétvégén ez nagy örömömre szolgál, hogy megtanulhattam, hogyan kell készíteni pontosan, szépen a motivumokat, hogyan kell beszegni az elkészült hímzést, és nagyon-nagyon sok új dolgot ismertem meg. A mostani találkozó során a fehér hímzés művészetét mutatta be az ügyeskező asszonyoknak. A magyar tájegységnek megvan a maga fehér hímzése, keresztszemes hímzése, gyapjú hímzése és vagdalásos hímzése. És nagyon nehéz volt hozzájutni a Nagyberegi Múzeum fehér hímzéséhez. Kevés anyagot is kaptunk, de mi ennek ellenére nagyon jól meg tudtuk fogalmazni azt, hogy mi ezzel esetleg egy pár kézimunkát el tudunk végezni. A fehér hímzésnek ugye szigorú szabályai vannak, hogy hogyan kell elhelyezni, mik az öltéstechnikája. Tehát ennek megvan az anyaga, a fonala, az öltéstechnikája, és öltéstechnikában a száröltés, a lap, és alá töltve, mert akkor nagyon szépen is könnyebben lehet kihímezni, valamint a lyukhímzés az nagyon fontos, mert ugye áttört hímzés, és egy nagyon picike kis csomóöltést is használ. És mi azzal, hogy keresztelőkendőt, vagy jegykendőt, vagy integetőkendőt, vagy ajándékkendőt készítünk, meg tudjuk egy icipici kis színessel, pirossal, kékkel, vagy arannyal, vagy bármivel megjelölni, és akkor még ünnepei teljesebbet tudjuk tenni ezeket a kis keszkenőket. Nemrégiben Békés Csabán rendezték meg a 19. Kárpát-medencei Népi Textil Fesztivált és a hozzá kapcsolódó Szakrális Textíliák és Színhangulatok című pályázati kiállítást. A megmérettetésen jól szerepeltek a kárpátaljai alkotók, egyéniben 3. helyet nyertek, csapatban pedig a Kárpátaljai Magyar Hímzőműhely az 1. helyen végzett. Marianna készítette a nyertes munkák egyikét. 3. napja vagyunk itt Debrecenben, keresztszemessel jöttünk, és itt megtudtuk, hogy a kárpátaljai fehér hímzést fogjuk tanulni. Kipróbáltuk, annyira nekem még nem áll közel a szívemhez, én inkább a keresztszemest jobban szeretem, amivel már eddig is dolgoztunk. Békés Csabán jó eredményt értünk el vele. Azt gondolom, hogy ha foglalkozunk vele, gyakoroljuk, megtanuljuk, minél többet átveszünk abból, a miénk, és aztán tovább tudjuk adni a fiataljainknak, a környezetünkben élő gyerekeknek, talán akkor ők is megszeretik, és talán továbbadják ők is, és nem fog elveszni ez a része a kultúránknak. Minden csinyát, dinnyát megtanítani.
Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Magyar Hímzőműhelyt életrehívó Kárpátaljai Magyar Népfőiskolai Egyesület elnöke kiemelte, hogy munkájukban arra összpontosítanak, hogy a kárpátaljai népművészeti motívumokat átörökítsék a következő generációnak. Egy újabb eredményes jelenléti szakmai hétvégén vagyunk túl. Jelenléti, hiszen a hímzők a szakmai vezetőjükkel az év jelentős részében csak online tudják tartani a kapcsolatot, de olyan furfangos hímzési formák és módozatok vannak, amit csak ilyenkor a személyes szakmai támogatás mellett, tanácsadás mellett tudnak elsajátítani. És hogy mennyire eredményes az ő munkájuk, az idő minket igazol, hiszen a hímzőink roppant tehetségesek, a szakmai vezetőnk emberileg és szakmailag is a legjobb, önzetlen, és mindent a legnagyobb tudása szerint próbál nekik átadni, és ez az elért eredményeken nagyon jól látszik, hiszen rövid működés után már a Kisjankó Bori pályázaton is díjazásban részesültek, és nemrég Békés Csabán a következő pályázaton pedig első helyet hozott el a csapat. A Kárpátaljai Magyar Hímzőműhely tagjai rendkívül elkötelezettek munkájuk iránt. Ezt mutatja az is, hogy már több rangos magyarországi versenyen is dobogós helyet értek el kézi munkájukkal, valamint Hrivnák Tünde, elismert divattervező, Beregi Keresztszemes hímzéssel készített kollekciójának elkészítésében is közreműködtek. Kárpátalja már nem csak megyei, hanem országos szinten is a nemzetiségi kisebbségek kulturális platformja lett. Ukrajnában idén először rendezték meg az országos nemzetiségi nyelvismereti vetélkedőt, amelynek utolsó fordulóját ezen a héten tartják megyénkben. A rendezvény kezdete előtt Magyarország, Szlovákia és Románia diplomáciai képviselői találkoztak a megye vezetőivel. Mi megteremtettünk minden feltételt ahhoz, hogy pont Kárpátalján legyenek az ilyen rendezvények. Viszont ez elsősorban az ukrán fegyveres erőknek köszönhető. Kárpátalján számos nemzetiségi kisebbség él, és sok olyan tehetséges gyermekünk van, aki részt vehet ezen a nyelvismereti vetélkedőn. Ugyanakkor vannak gyerekek, akik Ukrajna más megyéiből érkeztek ide, mondta a kormányzó. A diplomaták és a megyei vezetés közötti megbeszélés fő témája a gyermekek jövője volt. Ehhez természetesen nem csak az oktatási folyamat, hanem a fiatalok kikapcsolódása is hozzátartozik. A szlovák diplomaták egyelőre nem tudták megmondani, hogy pontosan mikor és hány ukrán gyermeket tud fogadni Szlovákia. Magyarország részéről viszont, ahol immár rendszeresen biztosítják az üdülés lehetőségét az ukrajnai diákoknak, újfent megerősítés érkezett arról, hogy a hagyomány idén is töretlen marad. Magyarország továbbra is azon fáradozik, hogy fogadja a kárpátaljai és Ukrajna más megyéiben élő gyermekeket. Idén már februárban fogadtunk egy csoportot. Nagy örömmel jelenthetem, hogy további 200 gyermek számára biztosítunk üdülési lehetőséget. 100-nak júniusban és 100-nak szeptemberben, jelentette ki a konzul. Ami a tanulást és azon belül a nyelvek ismeretét illeti, Kuti László kiemelte, hogy az Ukrajnában élő nemzetiségi kisebbségekre jellemző kétnyelvűség a lehetőségek széles skáláját nyitja meg a fiatalok előtt. Az Európai Uniónak jelenleg 24 hivatalos nyelve van, amelyekbe beletartozik a magyar, a román és a szlovák is. Biztos vagyok benne, hogy azok előtt a gyerekek előtt, akik az ukrán mellett valamely más nyelvet is beszélik, olyan fényes jövő áll, amely a korábbi generációk esetében nem volt elérhető, fogalmazott Kuti László. A román diplomáták szerint az ilyen rendezvények Kárpátalján azt bizonyítják a világ számára, hogy itt viszonylag biztonságos a helyzet és minden jól meg van szervezve. A román főszám már nagyon fontos, hogy Odesszából és Csernyivciből is vannak itt diákok, akik a kárpátaljai fiatalokkal közösen vesznek részt a vetélkedőn, mondta a nagykövet. A Kárpátaljai Megyei Tanács üléstermében 32 diák gyűlt össze, akik az ország különböző pontjairól érkeztek, hogy részt vegyenek a magyar-szlovák, illetve román nyelv és irodalom ismereti vetélkedőn. Ez az országos megmérettetés negyedik szakasza. Ukrajnában először tartanak ilyen országos szintű vetélkedőt. Számunkra ez jeles esemény, hiszen Kárpátalja sok nemzetiségű vidék. Első alkalommal kerül megrendezésre ez a vetélkedő, ahol három nemzetiségi közösség fiataljai fogják összemérni
elérni tudásukat az első helyekért. Az értékelésüket szakmai zsűri fogja végezni, amelyben az Ungvári Nemzeti Egyetem, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakértői, illetve kiváló pedagógusok vesznek részt. Ők valóban megérdemlik, hogy 5 napon át dolgozzanak a gyerekekkel, nyilatkozta a megyei oktatásügyi főosztály vezetője. A vetélkedő több napos. Egy feladat megírására 4 óra áll a résztvevők rendelkezésére. A kárpátaljai fiatalok mellett Odessa és Csernyivci megyéből is részt vesznek a rendezvényen. Krisztina Duduca Bilhorod-Nyisztrovszki járásból érkezett. Mint fogalmazott, korábban moldáv nyelvet tanult, de nemrég áttért a romára. Büszke vagyok arra, hogy román nyelvből fogunk vizsgázni, és megmutathatjuk mindenkinek, hogy büszkék vagyunk a történelmünkre és a népünkre. Sok sikert kívánok mindenkinek, mondta ez a diák. Az ungvári Irina Tovtik nagyon örül annak, hogy részt vehet a vetélkedőn. Mint mondta, ő az ungvári 4-es iskolában tanul, és már az első osztálytól kezdve szlovák nyelvet tanul. Számomra a nyelvtanulás azt jelenti, hogy ezzel gazdagabbá válhatok. Ez nagyon jó a szellemi fejlődés szempontjából. Szeretem a szlovák is az angol nyelvet. A felkészülésben a szlovák nyelvtanárunk segített. Nagyon erős alapot kaptunk, és örülök, hogy ilyen jó tanáraink vannak. Jó felkészítést kaptunk, nyilatkozta ez az ungvári résztvevő. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, az Országos Nyelvismereti Diákvetélkedő Szervezőbizottságának tagja elmondta, hogy bár fontos az idegen nyelvek ismerete, de a legfontosabb akkor is az anyanyelv ápolása. Mint fogalmazott, ez a vetélkedő annak a példája, hogy Ukrajna tiszteletben tartja a területen élő nemzeti kisebbségeket. Minden nép akkor tudja tisztelni a másik nép kultúráját, ha a saját kultúráját ismeri és tudja. Mai nap erről szól, mennyire ismerik és tudják a saját kultúrájukat, mert akkor biztos fogják, megbecsülik a másik kultúrát. Mondhatnám úgy is, hogy Ukrajnában ez ma egy olyan ünnep, ahol a kisebbségek kultúráját megbecsülik. Egymás iránti tisztelet és becsület, az azt jelenti, olyan, mint a szerelem, nincs egy irányú. Az egyik szereti, a másik nem. Egymást kölcsönösen kell tisztelni és becsülni, és azt gondolom, ez is egy lépést jelent Európa irányában, ha megtanuljuk becsülni a mások kultúráját, akikkel együtt élünk ebben az országban. Az országos magyar, szlovák és román nyelvismereti vetélkedő április 12-ig fog tartani. Ez a rendezvény újabb megerősítése annak, hogy Kárpátalja az európai kultúra otthona és biztonságos helye különféle országos rendezvények számára.